Belső vizsgálattal ráébredünk, hogy van valami, ami mindig állandó és ugyanaz. Történjen bármi a külvilágban, a testtel, az érzelmekkel vagy az elmével. E ráébredés tökéletes szabadságot eredményez. Felfedeztük az ént. Az összes mozzanat, cselekedet, hang, érzés és gondolat alapjául szolgáló csendes tudatosság maga az időtlen békedimenziója. Amint azonosultunk e tudatossággal, többé nem vagyunk a világ, a test vagy az elme kényekedvének kitéve, és ezzel a tudatossággal belső nyugalom, csend és mélységes béke száll ránk. Rádöbbenünk, hogy mindig is ezt kerestük, csak megfeledkeztünk róla, mialatt elvesztünk az útvesztőkben. Tévedésből azonosítottuk magunkat hektikus életünk külső jelenségeivel, a testtel és annak tapasztalataival, a kötelességekkel, a munkával, a rangokkal, a tettekkel, a problémákkal és az érzésekkel. Ám most látjuk, hogy az az időtlen tér vagyunk, amelyben a jelenségek történnek. Nem a drámait eljátszó villózó képek vagyunk a vetítővásznon, hanem maga a vászon. Az élet kibontakozó filmjének ítélkezéstől mentes tanúja, kezdet és vég nélkül, ami potenciájában végtelen. Ezek az egyre csak mélyülő ráébredések igaz természetünkre előkészítik a talajt a tudat végső felismeréséhez, azonosságát magával Istennel.